Sziasztok! Piszkatel vagyok, és ez itt a Varázsgarázs projekt 8. rész. Láthatjátok, hogy főraktam ide már a csavarhúzókat. Ezek csavarhúzók. Akkor itt ezek a finom megbunkálások, ezek itt mind az én kezem munkái. Látszik, kicsit lepattan. Na most nem erre van szó, gyerekek, esik az eső, és bejöttem ide a garázsba, szevasztok, szervusztok. Első cigim ma, úgyhogy még meg se gyújtottam. Hozzád! Szóval nem tudom, srácok, hol tartottam, mert igazából ilyen még soha nem fordult velem elő, hogy Aleska szépen fogta magát, és betelt a hely, úgyhogy nem volt több hely a kártyámon már, mint a kamera, basszom, hogy be kellett mennem. Ami még ég, ez a cigi lájtjátok, hát mikor nemrég jutottam rá, azt most már kb. Félig van, tehát az azt jelenti, hogy erre 3 percet is baszakodtam, ugye, na minden, nem menjünk el. Szóval ott voltam, hogy igazából itt a kutya nem hagy engem békén, majdnem lejtettem. Gyere, adom neki egy almát. Nagy, 20 évő kutya. Lila. Nagyon finom almáról van szó, kutyus. Kicsit. Há. Na ennyi. De kemény, nem, hogy egy ekkora dög kutya, bazd meg, vadállat, mit eszik? Almát. Körtét, ilyen gyümölcsöket. Kis dinnyét. Na, mint a disznó. Szóval nem tudom, hol tartottam. Ott tartottam, srácok, hogy ugye van a csoport, és szeretném, hogyha jönnétek, mert a velem kapcsolatos dolgok előbb-utóbb oda át fognak kerülni. És ez nem azt jelenti, hogy meg fog szűnni ez a, hogy hívják, hanem na, ASK. Nem fog megszűnni. Most kérdezzetek, hogy mi ez a bevágás, bazd meg? Nem, igazából nézem itt vissza a videót, és miközben szerkeztem, és ugye kimaradt a lényeg. Mert igazából én pofáztam körülbelül 3-4 percet folyamatosan a videóba, bazd meg, és egyszerűen nem vettem észre azt, hogy betelt a kamerán a memória. Szóval annyit szeretnék még igen mondani, tehát ez a Facebook csoport, hogy gyertek oda gyerekek, mert előbb-utóbb csak ott lesznek láthatóak a Patuskával kapcsolatos dolgok, illetve velem kapcsolatos dolgok, képek, szövegek, videók és bejegyzések. Úgyhogy lent lesz a leírásba az új Facebook oldalam, amit hogyha lájkolnátok, akkor nagyon megköszönök. Nagyon durva igazából, mert miért? Mert körülbelül 2 óra alatt összejött 100 lájk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, srácok, hogy jöttek mind az állat, láttatok, és hogy tartsatok meg jó szokásotokat, hogy jöttök is, gyerekek, köszönöm szépen. Egyelőre ennyi, mert mint látom, itt azért vannak hiányosságok a mondandómban. Például azt is elfelejtettem mondani, hogy látjátok, hogy szakállas volt, mint az állat. Igen, nem, ez tudatos, tehát én ezt direkt hagytam meg a szakállamat, mert ugye nincsen Szulejmán, és én így próbálok demonstrálni az ellen, hogy levegyék a Szulejmát a tévére, igazából már le is vették, tök mindegy. De addig nem fogom levágatni, míg nem látom a következő Szulejmát részben. Én kibaszott nagy Szulejmán fan vagyok, és innen is szeretném üzenni a Szulejmán kedvelőknek, hogy ti is növeszétek a szakállatokat. És ezzel próbálunk egy picit tüntetni, demonstrálni ezzel az egész fasság ellen. Na, köszönöm szépen, gyerek, ennyit, és akkor folytassuk tovább a videóhoz. Észrevettem én is, hogy egy csomó vlogos, többek közt én is, gyerekek, tényleg kurvára lejárt, jó, 3-4 napos ez a hír, meg minden, de azért már kibaszottú unalmas téma az internet adom. Már mindenki erről beszél, mindenki nyomja, mint a szar. És ha megnézzétek, ez egy kibaszott jó fogás a vlogosoknak. Beszélt egy kicsit az internet adóról, vagy élőben internet adóról. Mindenki ugye érdekel meg, hogy kinek mi a meglátása. És butás tömegeket mozgatott meg ez az egész. Például ott van az a honlap, ahol az oldal a Facebookon, ahol már majdnem 200 000 vannak, és mennek tüntetni. Igazából kint sincs a törvény, de már tüntetnek, ezt nem értem, na mindegy, menjetek. És hogy ja, mindenki az internet adó, igazából szerintem direkt csinálják ezt, hogy internet adó, most megfogjuk a fiatal generációt, és lesz miről beszélni, elcsámcsognak rajta, meg mindenki ez erről beszél, közben háttérben valami teljesen más dolgot akarnak szerintem kieszelni. Mindegy, az én meglátásom, nekem tök mindegy, mert leszarom, mert megyünk a picsába! Topiket menő, igaz? Hogy ja, ezzel kapcsolatosan még ennyit szerettem volna, ennyivel szerettem volna kibővíteni, tehát az internetben mindenki erről beszél, stb. Áskát. Ugye elég a cigim is basszanak. Szóval igen, ugye profilkép. Na, ilyen meg is ettet. Finom volt. Szóval kér még egyet, basszanak. Szóval igen, ugye kértem, hogy csináljon valaki egy profilképet a
nem profilképes, hanem egy csatorna képet, és most jött is egy kép, ami nekem nagyon tetszik, valószínűleg meg is lesz csinálva, illetve azt, hogy kikerülni. Egyetlen kikötésem az volt, hogy ott van fősorban, hogy a Facebook, ASK-mnak az izéje, meg ott van, hogy a YouTube-omnak mi a címe, illetve a neve is oda, a linket rakta be, de ezt majd orvosoljuk, úgyhogy nem sokára szerintem láthatjátok az új borítóképemet, amit majd meg is nevezek, hogy ki volt az, ki csinálta, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, aki megcsinálta. Nyugodtan rányomhatod a bélyegedet, hogyha akarod, sőt szerintem jó is lenne, hogyha rányomnál, tudják, az ember ki csinálta, és ez neked is egyfajta úgymond reklám. Nekem nincs olyan nagy reklámerőm, de ha gondolod, akkor én így tudom neked megköszönni mindezt az egészet, hogy csináltál nekem egy faszat is csatorna képet. Ennyi lett volna nagyjából, srácok, nem tudom mennyi fog látszódni ebből a videónak, ugye mondom kb. Az elején bazd meg. Elment, ahogy hívják, a memória. Nem volt memória, és ott nem vagy, hogy össze kell vágnom, hogy azért lehessen belőle valami nézhetőt varázsolni. Maradjunk annyiból, hogy még a Csipisznek adok egy almát. De gyere! Melyiket kéred? Mindjárt te kicsit? Na, de finom. De finom ez Csipisz. Na ennyi vele. Ezzel búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, szeretek volna a legköszönöm részén, és bármit, amit csinálok. Varázsgarázs projekt 8032.